Állattenyésztés emberek milliárdjait látja el táplálékkal nap mint nap. Fontos része a haszonállatok táplálása, amely minél nagyobb léptékű, annál fontosabb, hogy ne legyen pazarló. Ez a felismerés vezette a Szegedi Tudományegyetem takarmányvizsgáló laboratóriumának létrehozásához azt a tudóst, akinek a nevét ma viseli az intézet. A laboratóriumunk névadója, dr. Kovács Gábor professzor úr, hittel vallotta azt, hogy az állatok szakszerű és gazdaságos takarmányozása csak úgy valósítható meg, ha az helyben, az adott körülmények között termesztett takarmányokat, illetve vásárolt takarmányokat, az adott üzemekre vonatkoztatva laboratóriumi vizsgálatokkal pontosan megmérjük, pontosan meghatározzuk a táplálóanyag tartalmát. Éppen ezért ő egy takarmányvizsgáló laboratóriumot hozott létre 1967-ben, amely a takarmányvizsgálatok mellett még a tej és a talajvizsgálatra is alkalmas volt. Több mint 50 éve ez a laboratórium működik ezen a helyen. A labor 2021-ben komoly fejlesztésen esett át. A termeket korszerűsítették, lecserélték a műszerparkot és új eszközöket is beszereztek, aminek köszönhetően jobb feltételek között egyre nagyobb lehetőségekkel tudnak szembenézni az új kihívásokkal. A klímaváltozás és a környezetszennyezés mellett más is indokolja a hatékonyság növelését. 2050-re a népesség 9 milliárdnyi lesz, akiknek egészséges élelmiszert kell biztosítani, és ez a jelenlegihez viszonyítva mintegy 50-70%-kal megnövelt termelést kíván meg a csökkenő földterületek mellett. A foszilis energiahordozók kiváltását szolgáló biodízel és bioetanol gyártás változó összetételű melléktermékeinek vizsgálatára is hasznosak az intézetben elvégezhető analízisek. A legújabb lehetőségek az emberi és állati táplálék előállítására szintén elképzelhetetlenek a precíz vizsgálatok nélkül. A szójalobbinak és a hallisztlobbinak és a jelentkező és mindfokozódó fehérjehiány csökkentésére az Európai Unióban 2021-ben a rovarfehérjének az állatok takarmányozásában és az emberi táplálkozásban is néhány fajukat engedélyezte. Ott tartunk, hogy sok tudásunk nincsen, különösen a nagyüzemi körülmények között, hogy hogyan használjuk fel. És ezeknek a kiderítése, hogy hogyan etessük, hogyan hasznosul az állatokban, célzott laboratóriumi vizsgálatokkal lesz majd megoldható, és ebbe a mi laboratóriumunk is bele kíván kapcsolódni. Az ipari és a gazdasági fejlődés jelentős életmódváltozást vont maga után, megjelentek a civilizációs betegségek, mint kockázati tényezők. A leggyakoribb krónikus civilizációs betegségeknek, mint például az elhízás és a magas vérnyomás, általában egy közös pontja van, ez pedig a táplálkozás. Megfigyelhető, hogy az egészségtudatos életmód kialakulásával egyre nagyobb hangsúly helyeződik az állati eredetű élelmiszerek táplálkozás biológiai értékére. A takarmányozás nagyon sokrétűen befolyásolja az állati eredetű táplálékaink minőségét, befolyásolja a zsírtartalmát, a zsírtartalmon keresztül azok energiatartalmát, zsírsav összetételét, a vitamintartalmát, az ásványi anyagok egymáshoz való arányát is. A nagyobb mennyiségben, rendszeresen minden korosztály által fogyasztott alapélelmiszereink, vagy élelmiszer alapanyagaink, azokat jellemzően nagyüzemi körülmények között intenzív módon termeljük. Ezért a feletetett takarmány minősége pontosan ezeknek az alapélelmiszereknek vagy élelmiszer alapanyagoknak a minőségét fogja befolyásolni ilyen vagy olyan módon. A laboratóriumban vizsgálják a tejet is, amely az emberek számára alapvetően fontos élelmiszer. Kiemelt kutatási terület a tej egyik összetevője. A kolin egy szerves anyag, sem nem vitamin, sem nem ásványi anyag, nem is olyan régen ismerték fel a jelentőségét. Ami nagyon érdekes, hogy eszenciálisnak, tehát nélkülözhetetlennek minősül mind a gazdasági haszonállatok, mind a humán szervezet számára. Ez azt jelenti, hogy gazdasági haszonállatok esetében takarmányokkal kell biztosítani,
humán táplálkozásban pedig ugye az élelmiszerekkel tudjuk biztosítani a kolin forrást. Kolin van a tojássárgájában és a májban is. Elengedhetetlen szerepe van nagyon sok más nélkülözhetetlen feladat mellett, a zsíranyag cserében és az idegingerület átvivő anyag egyik alapvegyülete is. Fókuszáltunk arra, hogy megvizsgáljunk egy olyan alapélelmiszert, mint a tej, megvizsgáljunk, mint potenciális kolinforrást a humán táplálkozásban. Ehhez kapcsolódik egy másik vizsgálati területünk, a tejzsír-zsírsav összetétele. Szintén nagyon sok humán táplálkozás tudományi kutatás köthető a zsírsavakhoz, egészen konkrétan, ami ismertebb, az omega-3, omega-6 zsírsav csoporthoz. És ennek is érdekessége, hogy az állati eredetű élelmiszerekben, húsok, húskészítményekben, a tojásban, a tejben, a tejtermékekben az omega-3, omega-6 zsírsavaknak az egymáshoz való arányát takarmányozással, takarmányok segítségével mi hogyan tudjuk befolyásolni, hogyan tudjuk módosítani. A Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági kara folyamatosan együttműködik különböző mezőgazdasági kutatóintézetekkel és takarmányforgalmazó cégekkel, amelyek a laboratóriumi eredmények figyelembevételével végzik tevékenységüket, vagy módosítják termékeiket. Talán hosszúnak tűnhet, de valójában igen rövid az út a labortól az asztalunkig. Ami biztos, hogy a közeljövőben még jelentősebbé válnak azok a kutatások, amelyeket a Szegedi Tudományegyetemen végeznek. A legtalálóbb jelző arra, hogy milyen fontosak, a húsba vágó.